Sziasztok! Ez itt a Sportaholic, én Bálint lennék, és ebben a videóban azt az 5 gyakorlatot fogom nektek bemutatni, amitől a legtöbbet fejlődött a mellizomzatom. Az első gyakorlatunknál nem lesz másra szükségünk, mint egy ilyen padra, de egyébként bármilyen pad jó, esetleg kézisúlyzónál is támaszkodhattok ebben a pozícióban. Így. A működése az előző videóból adódóan a vállizületem fog igazából nagymértékben múlni. Ez azért fontos, mert a vállizületünk elemelkedik a gyakorlat közben, mutatom így, vagy esetleg ráemelünk, akkor nyilván legfőképpen az előső váll részünkből fogunk dolgozni, nekünk pedig nem ez a célunk. Tehát mivel ez egy mellgyakorlat, nagyon fontos az, hogy a mellünk feszüljön meg keresztbe, keresztbe emelést csinálunk ehelyett. Mellkas kint tart, kifeszítjük, megnyújtjuk a mellizmot, és innen feszítjük fel keresztbe. Mondtátok, hogy térjünk ki az ismétlés számra is, olyan 12-20 ismétlés közé satszolnám ezt a feladatot, viszonylag alacsony súlya az agyizom kapcsolat létrejövetele miatt szoktam ezt általában kezdésnek használni. A második gyakorlatunk az egy tárgatógéppel lesz, az fontos megemlíteni, hogy ez egy egyoldalas gyakorlat. Pozíció az, ha úgy nézzük, szemből egy 75-80 fokos szögben kell lennünk, tehát nem kell teljesen kifordulnunk. Amint láthatjátok, nem itt fogom fogni, hanem mondjuk ez egy speciális gép, ez egy picit följebb, de én amúgy is a tárgatókat általában feljebb szoktam használni. Ezen kívül a pozíció még a vállnál szokott elcsúszni. Ugye a váll, hogyha nincsen kellőképpen lecsúszva, és tehát nagyon fontos az, hogy a hátunkon támaszkodjunk. A váll izület az lelóg a padról, a háttámláról. És ehhez miért nem fogjuk tudni ezt a gyakorlatot kivitelezni, dolgoztatni majd a mellizmainkat. Szóval, mellkas ki, homorítás, és keresztesen megfeszítjük. Beengedjük, nyújtjuk, és ráfeszítünk. Itt is nyugodtan rá lehet fogni egyébként a mellizmunkra, főleg belül, illetve felül, ahol nagyon-nagyon fogjuk érezni. Egy viszonylag égető, nagyon feszítő érzést kell éreznünk, nem nagy súlyjal, inkább egy magasabb ismétlés számmal, hogy a minősége az izomnak javuljon. Tehát az ismétlés számot itt olyan 15-30 közé tenném, viszonylag alacsonyabb súlyjal, és ezt is szintén az edzésnek az elejére, vagy a végére tenném. Ezt talán inkább már a végére. A harmadik gyakorlatunk egy érdekes, pozitív szögű gépen fogjuk elvégezni, ami a különlegessége, hogy ez is egy egyoldalú nyomás lesz. Bemutatom a gépet, és akkor utána elmondom az ismétlés számot. Itt is oldalasan helyezkedünk el. A vállizület az lelóg, viszont a hátunkon támaszkodunk. Jó, rátartunk a merre, de akár ide is ráfoghatunk, amelyik szimpatikus, és innen dolgozunk keresztbe. Lehetőleg itt is tartsuk meg egy pillanatra kint, egyébként lehet folyamatosan is használni a gépet. A könyök tartásunk semmiképpen se legyen túl magas, se nem pedig túl lentről, mert akkor meg tricepsből fogunk dolgozni, ha meg túl magasan van, akkor meg vállizületből, vállból leginkább. Szóval úgy nagyjából magunkhoz képest 45 fokos szögben tartsuk lenne a könyököt. Nem kell nagy mozgástartományt használni, elég, hogyha egy viszonylag nem az, hogy pumpáló, de egy rövidebb mozgástartományt alkalmazunk, tehát itt nem a nyújtáson van a hangsúly. Az ismétlés szám, amit itt használni szoktam, az olyan 12-25 közötti ismétlés szám. Nem kell feltétlenül itt is a súlyra törekedni, észre fogjátok venni, hogy ezeket a keresztbe történő mozdulatoknál sokkal fontosabb a stimuláció, a megfeszítés, az, hogy inkább ott tartsátok egy pillanatig a pozitív, a felső szakaszon, mintsem az, hogy nehezen erőből próbáljátok kinyomni, mert akkor izületileg is bele fogtok dolgozni, ami pedig nem célunk, hiszen úgy fog fejlődni legjobban az izomzatunk, hogyha minél több izommunkát végez el, viszont hogyha lökjük, rövidebb ideig fog megfeszülni az izom, egy adott tartományon belül, mint hogyha folyamatos izolációt kapna, és lassan stimulálnánk. A negyedik gyakorlatunk, vissza fogunk jönni a tárogatógépünkhöz. Jó ez a zene amúgy, ezt szeretem. Biztos copyrightos. Biztos, hogy copyrightos. Vissza fogunk jönni ehhez a tárogatógéphez, és ezt szintén egy érdekesebb mechanikával fogjuk használni, nem úgy, mint egy szokványos tárogatót. Ebben rejlik igazából a kulcs, hogy szögeket fogunk váltani, és amint látjátok, egy picit speciálisabban próbálunk dolgozni a mellizomnak a megedzése érdekében. Kövessetek! Itt most teljesen felállítjuk az ülést, nyilván magassághoz mértem, elől helyezkedünk el, elől ülünk. Ahogy látjátok, felfele áll ugye a mellkas, homorításba jövünk, feltűjük a mellkast, és lent fogjuk, ez lehet magas is lesz, nekem is, egy picit lejjebb állítom, a többi az ugyanaz, alul fogjuk, és nem is fogunk rá teljesen, hanem a tenyerünk közepén mellkas ki, és rátartunk. Ha jól végezzük a gyakorlatot, és képesek vagyunk kint megtartani egy pillanatra, ezt hívják ugye a statikus megállításnak, az még jobb, még hatékonyabban tudunk a mellizomra dolgozni. Tehát ennél a gyakorlatnál az ismétlés számot egy picit variálnám már. Ha a statikus megtartással tudtok dolgozni, akkor olyan 12-20 közé tenném inkább, de mondjuk haladóbbak kedvéért meg mehet 15 és 30 között picit alacsonyabb súlya. Az ötödik, egyben utolsó gyakorlatunk az egy kézisúlyzós tárogatás lesz szintén. Ami fontos, hogy a legtöbb tárogatásnál ugye ilyen kéztartás. Ennél úgy tartjuk, mintha nyomnánk. Tehát ennek értelmében ugye nem így, mint hogyha normál esetben tárogatnánk, hanem ebben a csukló tartásban tartjuk meg a kezünket. Tehát könyök megemel, rátartunk. Fontos az, hogy mikor megemeljük a könyökünket, ne emelkedj el a vállizület, és nem így fogunk tárogatni, mert akkor a kis mellizom fog legjobban terhelődni, meg a vállunk természetesen, hanem mellkas kint tartjuk, megemeljük, égnek nézünk, homorítunk, lent tartjuk a vállat, a könyököt ráemelünk, és ebből csinálunk egy távolító mozdulatot, és éreznünk, hogy a mellnek a felső része fog stimulálódni, fog terhelődni. Nem rossz gyakorlat, nem a kedvenceim közé sorolható, de hasznosnak érzem, illetve időközönként azért szoktam ezt elővenni. Az ismétlés szám az itt is nagyjából 12-25 közé satszolnám, végig koncentráltan, izoláltan, lassan végezni a gyakorlatot, hogy alakuljon ki az agyizom kapcsolatunk megfelelően. Jó, ezek, ha már copyright-ezzel, akkor táncolj egyet. Múltkor beszóltak rám, hogy hogyan táncolok, mert mindenki kiröhögött engem. De mindenki kiröhögött. Mindenki, a vendégeim, mindenki rajtam röhögött. Tehát mozgatják a vállövet föl-le, mintha buliba lennénk. Ez lett volna az az 5 gyakorlat, ami az alapgyakorlatokon kívül kicsikét specifikusabb, egy kicsikét különlegesebb számomra. Azért mondanám ezeket magasabb ismétléssel, nagyon egyszerű egyébként megindokolom, 2 indokot mondok rá. Az egyik, amiért én specifikusan ennyire magas ismétlésen vagyok relatíve, az az, hogy úgy gondolom, hogy nekem minőségben kell sokat javulnom a profi színvonalhoz képest, és ezért magasabb ismétlésre törekszem, hogy az izom minőségem javuljon. Másrésztről ezek a gyakorlatok, izolációs gyakorlatok, amik annyit tesznek ki, nem feltétlenül az erő állóképesség, az erő számít. Ezek a keresztbe történő mozdulatok, vagy éppen tárogatás, ezek kiegészítő gyakorlatok, amik emelik gyakorlatilag a mellizmot, egy picit sűrítik, egy kicsit minőségben javítják, és telítik a mellizomzatot. Én úgy gondolom, hogy az egyik leggyengébb testrészem volt a mellem, azonban most már szinte az egyik legerősebbnek mondják is, meg érzem is. A mell az szinte nálam mindig egy ilyen nagyon-nagyon különleges testrész volt. Én annak idején, fontos, hogy megemlíteném ezt nektek újra, erről már volt szó korábban is, hogy amikor én elkezdtem tesízni, edzeni, akkor az volt az első indokom erre, hogy amikor majd lesz egy barátnőm, vagy a nagyő, vagy ki tudja, akkor ne a csonton feküdjön a mellkasomon, hanem legyen egy telt mellizomzatom, amin kényelmesen tud feküdni és hozzám tud bújni. Amióta ezeket használom, nekem rengeteget fejlődött a mellizomzatom. Remélem, hogy hogyha kipróbáljátok, akkor nektek is fog tetszeni, illetve hát nyilván nagyon örülnék neki, hogyha megosztanátok minél több emberrel ezt a videót, és eljutna minél több emberhez, hiszen én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon hasznosak, és nem biztos, hogy mindenki ismeri ezeket a gyakorlatokat. Emellett, hogyha online coachingra lenne igényetek, akkor a sportaholic.hu weboldalon tudtok erre előfizetni. Fontos megemlíteni azt azért, hogy most már egyre több emberrel foglalkoztunk, és többnyire azon kívül egyébként, hogyha valaki úgy érezte, hogy esetleg tolja ezt a ciklust, vagy nem úgy sikerült, ahogy ő szerette volna, nem tudta egyszerűen tartani, mert közben jött bármi dolog, eléggé szép eredményeket tudtunk elérni, és hamarosan ezt be is fogjuk nektek mutatni. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó, Bálint voltam, itt van Zoárd is, és majd akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Your friends commentators and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see